Önök az M-Plane Televízió február 2-ai keddi adását látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Megduplázza a kormány a mozgássérültek lakás átalakítási támogatását. Az EGRI képzés rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket, operatőr és rendező legendák érkeztek a Pataki moziba. Fülöp Ferenc díjat nyert Linyánszky Tamás, örökös aranysarkantyús táncos. Kétszeresére emeli a mozgássérült embereknek járó lakás akadálymentesítési támogatását a kormány, miután elfogadta a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetségének kezdeményezését. Az Országos Fogyatékosügyi Program intézkedési tervének megvalósulásáról Székely József, a Zempléni Egyesület vezetője beszélt a Zemplén Televízióban. Egy mozgássérült embernek még egy küszöb vagy egy alacsony lépcső is mindennapos problémát okoz. Saját otthonaik akadálymentesítésére is sok pénzre van szükségük, elég, ha egy fürdőszoba átalakítására gondolunk. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége többször is kezdeményezte már a korábbi lakásátalakítási rendelet módosítását. Az új szabályozás megérkezett és kedvezőnek látszik. Idéntől a korábbi támogatás dupláját, vagyis 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a mozgássérültek. 10 év után újból igénybe lehet venni ezt a lakásátalakítási támogatást. A másik pozitív változás viszont az, hogy a 150 ezer forint helyett most már 300 ezer forint a támogatásnak az összege. Tehát ez talán valamivel már mérsékli ugye a sorstársainkat, akiknek szükségeltetik az, hogy a mindennapi életvitelüket valamilyen szinten könnyebben tudják otthonukba megélni. Korábban egy lakásra csak egyszer lehetett támogatást kérni. Az új rendelet alapján 10 évente újra megigényelhető az egyszeri 300 ezer forint, és a folyósítást végző bank csak a lakás tulajdoni lapjához szükséges költségeket kérheti el az igénylőtől. Korábban a MEOSZ szervezetei is segítették a folyósítást, most újra felajánlották a segítségüket az adminisztrációhoz. A MEOSZ úgy gondolta, hogy várhatóan meg fog növekedni itt újból a kérelmezőknek a száma, és Csányi úrnak írtunk egy levelet, és felajánlottuk a segítségünket, hogy amennyiben úgy gondolják, mi nagyon szívesen besegítenénk ebbe a tevékenységbe. Természetesen itt ugyanúgy az OTP-nek a jogkörébe tartozna ugye az íre való pontnak a feltétele. A támogatás feltételeiről a mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén térségi egyesületének Sárospataki irodájában is adnak tájékoztatást. A témával bővebben holnap este Sorstársak című műsorunkban is foglalkozunk. A Művelődés Háza mozija adott helyet annak a bemutatónak, amelyet az Eszterházy Károly Főiskola Média Informatikai Intézete szervezett a Comenius Karral együttműködve. A célközönség azok a fiatalok voltak, akik a napokban adják be felvételi kérelmüket valamelyik felsőoktatási intézménybe. A szervezők nem titkolt szándéka az volt, hogy az EGRI és a Sárospataki képzéseket népszerűsítse a fiatalok körében, ezúttal a média és filmes szakirány tekintetében. Az elmúlt éven Koltai Lajos, Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr rendező érdemes művész volt a vendég a Pataki moziban, míg idén az Eszterházy Károly Főiskola Média Informatikai Intézetének más tanár kiválóságai látogattak el Sárospatakra. Itt volt Bólók Csaba filmrendező, dr. Monari Mész András rendező operatőr és dr. Szabó Gábor Balázs Béla díjas operatőr is. Valamennyien Egerben oktatnak, és céljuk az új filmes generáció kinevelése. A megnyitón az intézet vezetője azt mondta, egyfajta toborzóként is felfogható rendezvényük, amelyen betekintést nyerhettek az érdeklődők a filmek készítésébe is. Mozgóképes oktatás, BA-MA oktatásnak az EGRI lehetőségeit bemutatni, és hát nem titkolt szándékunk az, hogy ugye a Sárospataki kar helyben előbb vagy utóbb szintén a mozgóképes szakoknak egyfajta székhelye kell, hogy legyen, de hát ehhez meg kell ismerni nyilván az intézetnek a munkáját, úgyhogy ma kimondottan hallgatói
filmeket fogunk bemutatni. Ezek részben műhelymunkák, részben vizsgafilmek. Januártól erősíti az EGRI mozgóképes oktatás Szabó Gábor, aki többek között 1989-ben volt a Meteo című film operatőre, a szintén jelenlévő Monori Mész András rendezése alatt. Közös munkájukról és filmes trükkökről is beszéltek a fiatal hallgatóságnak. Miután az estnek az volt a fő kérdése, hogy mitől izgalmasak a filmek, a tanárok erre igyekeztek választ adni. Abból indultak ki, hogy mindenki akarva, akaratlanul is fényképek és videó készítésével, azok közösségi oldalakon való szerepeltetésével kommunikál a világgal, innen egy komolyabb elhatározás követően akár művészi szintre is emelheti tudásukat az érdeklődők. A média, és ez lehet televíziós műfaj, lehet dokumentumfilm, lehet játékfilm. Gyakorlatilag a játékfilm által megteremtett szabályrendszert használja. Tehát, hogyha ezt megtanítjuk valakinek, hogy hogyan kommunikál a játékfilm, akkor ez az, amit igazából a legkönnyebb átültetni az összes testvér területre, vagy rokon területre. A rendezvényen a főiskolán tanuló hallgatók által készített kisfilmeket is megnézték a résztvevők, és számos filmes történettel is gazdagodtak. A Média Informatikai Intézet vezetője azt is közölte, aki most felvételt nyer hozzájuk, az júniustól már nem főiskolára, hanem egyetemre fog járni Egerben. Fülöp Ferenc díjat nyert Linyánszky Tamás, örökös aranysarkantyús táncos. A Muharai Elemért Népművészeti Szövetség két évente hirdett szólótánc versenyt 30 év fölötti kategóriában. Idén Hozda saját táncot címmel várta a nevezéseket a szövetség. A sátoraljaújhelyi néptáncos Felső Berecki táncait vitte a zsűri elé, és nyerte el a díjat. Bodrogközi táncokkal, ezen belül Felsőberecki hagyományait bemutató koreográfiával lépett a Muharai Elemér Népművészeti Szövetség zsűrije elé Linyánszky Tamás, örökös aranysarkantyús néptáncos. A szövetség két évente hirdett szólótáncversenyt 30 év fölöttieknek, a Sárközhíres híres táncosáról Fülöp Ferencről elnevezett díjért. Ezt a kitüntetést vehette át Tamás a hétvégén Solymáron. Ugye nagyon rég foglalkozok itt a helyi hagyományokkal, elsősorban a bodrogközi táncokkal. Én úgy gondoltam, hogy alsóbereczki táncot fogok vinni, úgyhogy alsóbereczki hatosztatót és fergeteges táncoltam, gondoltam egy picit legalább ezt a vidéket is mutassuk meg az országnak, mert hogy ezen a versenyen egyébként rengeteg hagyományőrző táncegyüttes táncosa volt, Sárközből, Rábaközből, Galgamente, Kalocsa, tehát nagyon sokan voltak, de érdekes erről a vidékről nem, tehát úgy gondoltam, hogy azért kell, hogy ennek a vidéknek is legyen, meg ennek a településnek, ennek a falunak egy kis, hát úgymond reklámja. Linye vagyok, új hely. Linyánszky Tamás több mint 25 éve foglalkozik néptánccal, a Hegyalja Népi Együttes tagjaként számos helyen járt a világban, szólótáncosként hamar sikereket ért el. Később dolgozott a Zemplén Tánc Együttessel, tanította és tanítja ma is a következő táncos generációt. Jelenleg a Kossuth Lajos Művelődési Központ Kamaratánc Együttesének vezetője. A szólótáncverseny kihívás volt számára, hiszen már képzett táncosoknak ritkán szerveznek megmérettetést hazánkban. Én úgy döntöttem, már rég szemezgettem ezzel a versennyel, de én úgy döntöttem, hogy amiatt, mert hogy pont a saját táncot el lehet táncolni, és ez a fontos ezen a versenyen, én úgy gondolom, hogy ezért neveztem erre a versenyre. A hagyományok feldolgozását, átörökítését szeretné tovább folytatni a táncos. Terveik szerint Felsőbereckiben szeretnének tánccsoportot alakítani, hogy a mai fiatalok is megismerjék őseik autentikus táncait. Új pártoló tagot és számos régi ismerőst köszöntöttek a Zempléni Hubertus Vadásztársaság báli ünnepségén. A több mint 5000 hektáron vadászó, vadgazdálkodó szervezet vezetősége beszámolt az eddigi szezonban elért eredményeikről és a következő hónapok feladatairól is, melyek között a legfontosabb a földterületi bérleti szerződések újra tárgyalása lesz. Elhangzott, továbbra is azt remélik, hogy jó kezelői lehetnek a már dédapáik által is használt területeknek.
teltházas báli rendezvényt tartott a sárospataki Zempléni Hubertus Varáztársaság. A szervezők szerint fontos, hogy ne csak szakmai zárt körben, hanem nyitottabban is beszélhessenek a vadászatról és a hozzá kapcsolódó feladatokról. A város polgármestere szerint a Hubertus tagok egyre inkább részeseivé válnak Sárospatak város közéletének is. Sárospatakon több civil szervezet is működik, vannak köztük kevésbé aktívak és vannak nagyon aktívak. A Hubertus vadásztársaság az aktív közösségekhez tartozik, hiszen rengeteg olyan rendezvényünk van, ahol ők megjelennek. Nagyon jó, hogy tudhatjuk, hogy a városban ilyen közösségek vannak, akik ennyire tartalmasan részt tudnak venni a közéletben, hiszen a fő tevékenységünkön kívül, ami a vadászat és a vadgazdálkodással függ össze, számtalanszor és egyre többször találkozhatunk velük közéleti tevékenységek során is. A bálozás az ünnepről szól, de mégis szükséges komoly témákat is érinteni, mondta a társaság elnöke. Utalva arra, hogy az előttük álló hónapokban a vadászterületek földtulajdonosaival a bérleti jogok újra tárgyalására kerül sor. Most jelenleg 5240 hektár a terület az Zempléni Hubertus vadásztársaságnak. Ebből három földtulajdonos, illetve erdőtulajdonos el akar szakítani több mint 2000 hektár. Holott a saját tulajdonuk az egyik tulajdonosnak 440 hektár, másik három tulajdonosnak összesen van 480 hektár, és a kisebb területek után is járnak és harcolnak, meg akarják szerezni azt is. Az elnök azt mondta, bíznak abban, hogy az évtizedek óta jól végzett munkájukat többre értékelik a földtulajdonosok, mint az egyszeri lehetőségeket. A vadásztársaság munkáját egészíti ki már 5. éve a Zempléni Vadászati Alapítvány, amely több korosztállyal is foglalkozik. Szervezetten kialakított országos programok való becsatlakozás, mint például a TESZED szemétszedési mozgalom, a Szépkorú Vadászok találkozójának a megszervezése, az általános iskolásoknak vetélkedőt szerveztünk az Zempléni Tájegység megismerésével kapcsolatban. Új tagot is köszönthettek soraikban, nevezetesen a térség országgyűlési képviselőjét fogadták tiszteletbeli vadásszá. Hörcsik Rihárd elmondta, ő maga nem aktív vadász, de felmenői között többen is tagjai voltak a korábbi közösségeknek. Hangsúlyozta, minden helyi értékért dolgozó szakemberre nagy szüksége van Zemplénnek. Ez nem csak egy szűkenvet szakmai társaság, hanem ez egy baráti csapat, akik felelősen gondolkodnak a térségért, felelősen gondolkodnak Sárospatakért, hiszen számunkra Zemplénben a vadászat, azt is mondhatnám, hogy nem csak hungarikum, hanem zemplénikum, hiszen a turizmus egyik fontos ága, és nagyon sok ismerősöm, barátom járt már itt, akik vadásztak megelégedéssel. Tehát egy olyan társadalmi szerepet vállal a Hubertus Vadásztársaság, nem csak Sárospatak, hanem Zemplén életében, ami megbecsülendő. A bálon az is elhangzott, 2018-ban ünnepli alapításának 50. évfordulóját a Zempléni Hubertus Vadásztársaság. Így már az idén elkezdik az évfordulóhoz kapcsolódó program tervezését, szervezését. 21 hercegkuti katona áldozta életét az 1943. január 12-én kezdődött szovjet áttörés során a Don kanyarnál. A II. Világháborús hősöknek a katolikus templomnál állítottak emlékművet. Itt emlékeztek a hősi halált halt honvédekre a településen élők és a doni hősök emléktóra résztvevői. A katolikus templomnál található emlékmű márványtáblája őrzi azoknak a hercegkúti katonáknak az emlékét, kik a II. Világháborúban vesztették életüket, közöttük annak a 21 honvédnek is, akik a Donkanyarnál harcoltak, és ott érte őket a halál. Hercegkúton minden évben több alkalommal tartanak megemlékezéseket. Január 2-án a Malenki robotra elhurcoltak, majd a II. Világháború áldozatai előtt tisztelegnek, májusban pedig valamennyi hercegkúti hős emlékére tartanak megemlékezést. Ezúttal a településen élők és a doni hősök emléktúra résztvevői közösen emlékeztek azokra, kik életüket adták hazájukért. Január 12-én a doni áttörés emlékére sok-sok éve hercegkúton erről is megemlékezünk. Hiszen, mint mondtam, bele van illetve a kulturális programunk, ennek komoly hagyománya van. Ezt itt a II. Világháborús emlékhelynél szoktuk megejteni. Ünnepi beszéd egy gyertyagyújtással, liberával. Azt gondolom, hogy ez is egy jeles dátum a hercegkútnak, hiszen a doni hősökről megemlékez nagyon fontos. 21
katona áldozta Herzog út életét a Doni áttörés során. És a hősökről való megemlékezések sorának nincs vége, hiszen május utolsó vasárnapján, most már évről évre a temetünkbe, a hősi kereszt előtt emlékezünk meg a herzogúti hősökről. A hercegkutiakat és a fűzérieket több évre visszanyúló szoros kapcsolat köti össze. Erről már a fűzéri hadtörténeti és helytörténeti kör elnöke beszélt a megemlékezésen. Itt vagyunk évről évre a megemlékezéseken, és hát ugye van egy nagyon közös pontunk is, hisz önöknek egy lakóját ifjú Esvák Mártont a mi településünkön ölték meg a szovjet katonák. Ez a dolog még összeköti ezt a két települést, összeköt minket, és én csak azt szeretném kérni, ahogy polgármester úr nagyon szépen megfogalmazta a mondandójában, ne felejtsük el őket soha, ne felejtsük el a katonákat, de ne felejtsük el az anyákat, akik itthon voltak, azokat az apákat, akik a fiaikat féltették, akik fronton voltak. A megemlékezésen a tiszteletadás jeleként a település vezetője és az emléktúra résztvevői megkoszorúzták az emlékművet. Jó hangulatú, a közösség összetartó erejét is reprezentáló farsangi bálon vannak túl a hercegkútiak. Évek óta Sárospatakon tartják rendezvényüket, mivel kinőtték a helyben található intézményeiket. A vendégek szórakoztatásáról a helyi tánc és énekkarok gondoskodtak, a sváb hagyományok életben tartásáról pedig valamennyi vendég gondoskodott. Már harmadik éve, hogy Sárospatakon báloznak a hercegkútiak. Egész egyszerűen már nem férnek el saját intézményeikben akkora az érdeklődés a farsangi báljuk iránt. Helyiek és elszármazottak sokasága van jelen, kiegészülve a különböző településekről, megyékből és külföldről érkezett partnerekkel. 2011-től van kapcsolatban a felvidéki Kisgéres településsel a Smáb község. Egymásra nagyon hasonlító történelmi múlttal és közös munkájukkal erősödött kapcsolatuk. Én egy nagyon barátságos, nagyon tisztességtudó, nagyon rendes embereket ismertem meg bennünk, akikre számíthatunk, és tényleg jó partnerei tudunk lenni egymásnak. Számvetés a közösség előtt, ezt is mondhatnánk a bárról, hiszen Herzegút polgármestere rendre beszámolt eredményeikről is a megjelenteknek. Több kisebb-nagyobb közösségi program mellett komoly fejlesztéseken is túl vannak. Sétányokat építettünk a faluban. Ez azért volt fontos és rendkívül összetett feladat, mert érintette a falu szinte teljes egészét, több mint 100 családot, hiszen két hónapon keresztül épült ez a sétány a faluba. Nagyon fontos feladat volt 2015-ös évben, régi vágyunk, megépült az az emlékhely, amelyik a málenki robotra elhúrt szoltaknak állít egy emléket, egy kétalakos bronzszobrot tudtunk állítani, adózza ezáltal is az erődeinknek. Szintén egy báli alkalommal jelentette be a polgármester, hogy visszavásárolhatták a régi szövetkezeti pincét, most annak közművesítési eredményeiről adott tájékoztatót. A sikereken túl viszont a sváb hagyományok továbbvitelében is élen járnak, a helyi alapokra építkezve sok hercegkúti egyetemi szinten is kötődik az őseihez. A sváb kultúrát tanulja már, vagy germanisztikát, vagy pedig nemzetiségi óvónőnek készül, vagy pedagógusnak, és ez nagyon-nagyon fontos. A közösségi és fotó megosztó oldalakon élő fiatalok számára a büszkeség a sváb kultúra részének lenni. Lucia örömmel mesélte, hogy kortársaikkal átérzik felelősségüket. Bárhol megemlítem, hogy ez így van, mindenki nagyon példaértékűnek tartja, hogy mi ezt így tényleg próbáljuk úgy csinálni, hogy szívünket, lelkünket beleadjuk, és hogy tényleg mindig segítünk, és ugyanúgy próbáljuk ezt így továbbvinni, ugyanúgy például rakamazom, vagy ilyesmi, ahol még a sváb kultúra él, ugyanúgy megyünk oda is mindig fellépni, meg ahova hívnak, tehát tényleg ez szerintem mindannyiunknak, de nekem is nagyon fontos, hogy ezt így őrizzük tovább. És mondjuk, hogyha egyszer gyerekeinknek mi is átadjuk ezeket a dolgokat, az tényleg nagyon fontos. Utánpótlásban tehát nincs hiánya, hogy jó kedvem sem volt az a bálon. A helyi tánc és énekcsoportok műsorait követően hajnalig szólt a Sramli zene az AVG aulájában. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Megduplázza a kormány a mozgássérültek lakás átalakítási támogatását.
Az EGRI képzés rejtelmeibe vezették be az érdeklődőket, operatőr és rendező legendák érkeztek a Pataki moziba. Fülöp Ferenc díjat nyert Linyánszky Tamás örökös aranysarkantyús táncos. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket, tartsanak továbbra is az Emplén Televízióval. Viszontlátásra!